Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Haderő magazinját, a Célkeresztben című műsort látják. Az országgyűlés november 8-án megkezdte a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok új szervezetének létrehozásával kapcsolatos törvénymódosító javaslat általános vitáját. Az MH-86. Szolnok helikopterbázissal közösen hajtott végre éres lövészetet az MH-25/88-as könnyű vegyes zászlóalj. Az idei őszön hivatalosan is véget ér az iraki háború. Szentendrén tiszt és tiszthelyettes jelöltek vettek részt képzésen, amely természetesen vizsgával zárult. A hat tudományért kitüntető címet kapta Furkó Kálmán nyugállományú ezredes. Most bepillantunk az országgyűlés üléstermébe, ahol november 8-án Hende Csaba expozéját követően megkezdődött a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok új szervezetének létrehozásával kapcsolatos törvénymódosító javaslat általános vitája. Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt 20 évben időről időre felmerült a két katonai titkos szolgálat, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal összevonásának lehetősége, illetve szükségessége. E gondolat mögött számos szakmai és költségvetési megfontolás sorakozott fel, ám a status quo megőrzésének érdekében a mindenkori vezetés nem nyúlt hozzá a szolgálatok működéséhez. Most értek meg ennek a szakmai feltételei, és most van meg hozzá a szükséges politikai akarat, amit a parlamenti többség rendelkezésre állása jelez. A NATO, illetve Európai Unió tagállamai közül 19 szövetségesünknél működik integráltan a katonai felderítés, illetve a katonai elhárítás. Van aztán 12 olyan tagállam is, amelyek elkülönülten működtetik ezeket a rendszereket. A tendencia azonban az elmúlt évtizedben határozottan az integráció felé mutat, anélkül, hogy a katonai képességek csökkennének, beleértve a műveleti képességeket is, mintegy 220 fővel lehet csökkenteni a beosztásoknak a számát. Ha hozzávesszük, hogy ez objektum üzemeltetésben is óriási megtakarítással jár, hiszen az egyik objektum vélhetően feleslegessé válik, akkor azt mondhatjuk, hogy éves szinten 1 milliárd forintot meghaladó megtakarításhoz vezet. A szakmailag egyébként előremutató, a nemzetközi példáknak és gyakorlatnak megfelelő átalakítás. Ez egy alapvető strukturális változás lesz. Hozzá kell azonban tenni, hogy a két szakterület specialitásai a konspirációs szabályokra is figyelemmel azért ezt meg fogják követelni, hogy két jól elkülönülő szakágazat jöjjön létre, az elhárítás, illetve a hírszerzés felderítés tekintetében egy-egy felelős főigazgató helyettessel az élükön. Tisztelt képviselőtársaim! A TÉPER 4816-os számú törvényjavaslat elfogadása esetén az új szervezet 2012. január 1-én kezdheti meg működését. Kedves nézőink! Most tekintsék meg heti hír összefoglalónkat. A Magyar Honvédség szállítógépe hozta haza az egyiptomi buszbaleset áldozatait. Az AN-26-os szerdán indult Hurgadába, és csütörtökön este landolt Kecskeméten, fedélzetén a balesetben elhunytak földi maradványaival. A köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó Sándor Palota protokolláris jellegű őrzését 2012. január 1-től az MH támogató Dandár Nemzeti Honvéd Díszegység alárendeltségébe tartozó Honvéd Palota Őrség állománya végzi majd. Az új alegység katonái első állománygyűlésüket november 8-án kedden tartották. A szentendrei kiképzőbázison november 8-án kedden megkezdődött az idei utolsó 14 héten keresztül tartó alapkiképzés. Az év 5 alapkiképzése során több mint 5000 katona sajátítja el Szentendrén a szerződéses katonai szolgálathoz szükséges katonai alapismereteket.
Az Egyesített Balkáni hadszíntérre, illetve Kongóba induló katonákat búcsúztattak november 9-én szerdán Székesfehérváron az MH összhaderőnemi parancsnokságon. Decembertől Koszovóban 11, Bosznia-Hercegovinában 22, Kongóban pedig egy katona kezdi meg külszolgálati feladatait. Az MH tartományi újjáépítési csoport 11. váltásának civil-katonai együttműködési és lélektani műveleti részlege segélycsomagokat adott át az afganisztáni Baglan tartományban. Három járás rászoruló családjai, illetve a Polekomriban található árvaház részesültek az adományokból. Most pedig tartsanak velünk egy éles lövészetre, amelyet az MH 25/88-as könnyűvegyes zászlóalj és a 86. Szolnok helikopterbázis hajtott végre Táborfalván. Héten az éves rendes légiszállítási lövész szaki képzésnek a részeként a lövészeti kiképzést hajtottuk végre. A külszolgálaton nem lévő zászlóalj állománya különböző gyakorlatokat hajt végre a 9 mm-es pisztolytól egészen a 30-as gépágyúig, köztük a 3-as számú speciális lőgyakorlat, amely egy légiszállítási lövész gyakorlat a lebegő helikopterből való tüzelés. Különböző kollektív fegyverek, RPG, aknövető páncéltő rakétával ilyenkor egyéni lőfeladatokat végrehajtják a parancsok jelenlány, illetve az újonnan bekerült, illetve a régi szerződéses katonáink. Három napra kaptunk lehetőséget a központi táborfaj gyakorló és lőtéren. Gyakorlatilag napi váltásokkal mindenkit, a zászló itthon maradt részét, kb. 250-300 főt forgatunk meg a foglalkozásokon, tehát mindenkinek lehetőséget adunk, hogy az előírt feladatait végrehajtsa. Kipróbáltuk az összes új lőfeladatot, amelyeket ugye katonaként, lövészkatonaként ismernünk kell, parancsokként, illetve végrehajtó katonaként. A hivatalosan is lezáruló iraki háborúról dr. Isaszegi János nyugállományi vezérőrnaggyal beszélgettünk a stúdióban. Ezúttal nem csak katonai szakértőként kértük interjúra, hanem annak okán is, hogy személyesen, mégpedig magas beosztásban vett részt a műveletekben. Tábornok úr, Obama elnök bejelentette, hogy közel 9 év után véget ér az amerikai szerepvállalás Irakban. Milyen Irakot hagytak maguk után az amerikaiak? Mindenféleképpen mást, mint amit megkezdtek 2003. március 21-én légitámadással. Akkor megsemmisítették a Baath párt központját, az elnöki palotát, és elüldözték uralmából és hatalmából Saddam Hussein elnököt. Megszűnt az a Baath párti uralom, megszűnt többek között Saddam Hussein családtagjai által elkövetett atrocitások, gyilkosságok, de hiba lenne
és tévedés lenne azt gondolni, hogy megszűnt a síita, szunita vallási, illetve megszűnt az arab-kurd etnikai összecsapás. Úgy gondolom, hogy ez a jövőben is megmarad, azzal együtt, hogy egy viszonylag stabil államrendet hagynak hátra az amerikaiak, akiknek létszáma 2003. március 21-től egészen mostanáig esetenként a 120 ezer főt is elérte, most jelenleg 37 ezer főnél tartanak, és december 31-jel 160 főre fog lecsökkenni ez a létszám, az pedig az amerikai nagyköltségőrzését fogja végezni. Szeptember végén az utolsó magyar katona is elhagyta Irakot. Milyennek ítélhető meg a magyar honvédség szerepvállalása Irakban? Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk katonáinkra, büszkék lehetünk mindazokra a feladatokra, amelyeket 2003 nyara óta végeztek. Annak idején 2003 júniusában az amerikai vezetés azt kérte a magyar kormánytól, parlamenttől és a vezetéstől, hogy egy 300 fős szállító zászlóját, összekötő tőrszisteket küldjön ki, és ezt 2003. augusztusában a magyar honvédség meg is kezdte. 2004-ben úgy döntött az akkori vezetés, parlament, hogy 2004. december 31-jel kivonta ezt a 300 fős kontingenst, majd ezután NATO művelet kezdődött, NATO kiképző művelet, amely ENSZ mandátum alapján zajlott, nagyon fontos, és ebben vettek részt magyarjaink, a Rusztamiai bázison kiképzés végrehajtásában, illetve 2006-tól kezdődően pedig egy tanácsadó és műveleti segítő csoport is részt vett, és 2008-ig tevékenykedett szintén a Rusztamiai bázison, illetve az úgynevezett zöld zónában lévő központi területen. 2008-tól pedig váltásonként három törzsisztel vettünk részt. Egy fontos kérdés, hogy a koalíciós erők kijönnek Irakból. A terroristák visszaszivárognak Irakba, ugye az volt a cél, hogy kiűzik őket Irak területéről. Saddam Hussein időszakában Irakban nem voltak terroristák, mert ő egyrészt félt minden külföldi terroristától és fegyverestől, és keményen fellépett ellenük, legyen ez akár az Al-Qaeda csapata. Sajnos 2003. március 21-e után a dzsihaddal is felvértezett terrorista csoportok nagyszerű bázis területe volt Irak. Innen kerültek át a terroristák később, és mentek át további feladatvégzésre Afganisztánba, és ma már azt látjuk, hogy onnan pedig tovább mentek Afrikának az északkeleti és a Maghreb országos részeibe. Úgy gondolom, hogy olyan jellegű terrorista jelenlét, mint ami 2003 és 2006 között volt Irakban, ma már nincs Irakban. Tábornok úr, milyennek látja Irak jövőjét? Magyarország és Irak kapcsolata, amely évtizedeken keresztül nagyon híres volt gazdasági vonatkozásban, és nagyon sok iraki tanult Magyarországon, és a gazdasági együttműködésünk pedig gyümölcsöző volt. Nagyon gyönyörű a terület, én abban szeretnék hinni és bízni, hogy élhető jelentés jövőt kaptak az irakiak. Magyarország területén már közel 7 évtizede véget ért a II. Világháború, a katonai tűzszerészek számára azonban még ma is tart. Csak az idén, a mai napig csak nem 2500 bejelentést kaptak. Most telefonon kapcsoljuk az MH első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred felderítő tűzszerészét, aki a heti eseményeket összegzi. Ezen a héten az alakulatunkhoz 43 darab bejelentés érkezett, amiből 22 esetben soron kívül kellett intézkednünk, mivel az előkerült robbanó szerkezetek közvetlenül emberéletet veszélyeztettek. Hétfőn érkezett egy bejelentés Üllőről, hogy a templom kertjében találtak egy gránátot. Az előtalált eszköz egy 8,8 cm-es német légvédelmi repeszgránát volt, melyet a kirendelt járőr a kijelölt helyen megsemmisített. 8-án kedden Budapest 13. kerületből érkezett bejelentés, mely szerint a Meder út és a Népszigetre átvezető híd lábánál feltételezhetően II. Világháborús robbanótestet találtak. A beazonosítás idejére mintegy 150 méteres körzet került zárásra a rendőrség közreműködésével. Tárnok település vasútállomásánál csatornázási munkák során találtak 3 darab robbanótestet. Budapest 13. kerület, Mosoly utca 33 szám előtti csatornázás során munkaködőben találtak elő egy robbanótestet. A rendőrség, katasztrófavédelem, országos mentőszolgálat és a polgárőrség közreműködésével kiürítésre került 150 lakás, és lezárásra kerültek a környező utcák 100 méteres körzetben. Egy darab 8 cm-es német repeszakna gránátot találtunk kilőtt állapotban. A helyszínről elszállítottuk, és 19 óra 15 perckor a lakók visszatérhettek otthonaikba. Köszönjük az összefoglalót Sulykovszky Róbert zászlósnak. Most pedig nézzék meg azt a riportot, amelyet Furkó Kálmán nyugállományú ezredessel készítettünk.
a Kyokushin karate neves művelője, katonageneráció közelharcoktatója, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szenátusi ülésén a Pro Militum Artibus, a hadtudományért kitüntető címet kapta. Furkó Kálmán 1947-ben született Nyírbátorban. Fiatalkorától kezdve versenyszerűen sportolt, majd főiskolai tanulmányai közben bevonultatták az egri felderítőkhöz. A főiskolát honvédségi ösztöndíjasként végezte el. Itt ismerkedett meg a Kyokushin karatéval, és egy életre elkötelezte magát a stílus mellett. Sihan Furkó Kálmán legendásan kemény, fájdalmat nem ismerő kiképző hírében állt. Kiképzőtisztként katonák ezreit tanította meg a közelharc alapjaira, támadásra, védekezésre az MH-34. Bercsényi László felderítő zászlóainál. Az elit alakulatoknál az ő útmutató és társszerzőkkel írt könyvei alapján oktatják, miként lehet akár egyetlen mozdulattal harcképtelenné tenni az ellenfelet. Több mint 1000 ejtőernyős ugrással és több évtizedes kiképzői múlttal a háta mögött ezredesként vonult nyugdíjba. Katonái ma is tiszteleten emlegetik a nevét. Nagyon nagy meglepetés volt, mikor innen a Nemzetvédelmi Egyetemről a Ungvár Gyula mérnök altában így fölhívott, hogy valakinek eszébe jutottam, a Nemzetvédelmi Egyetemnek, hogy ebbe a díjba részesítsenek, hiszen eltett nekem is több mint 30 év a Magyar Honvédségbe. Úgy kerültem a honvédség kötelékébe, hogy ösztöndíjat kötöttem, ösztöndíjasként voltam felderítő katona, ott találkozva a felderítő kiképzéssel, találkozva önvédelemmel, majd ezt folytatva a testnési főiskolán jutottam el odáig, hogy minden áron Szolnokon a rejtőernyős csapatoknál akartam testnevelő lenni, és a katonai testnevelésen kívül nekem a közelharc kiképzés lett a témám. Ebben éltem le az életem nagy részét, a mai napig is ezt csinálom, és nagyon örülök annak, hogy ezt a tevékenységemet ezzel a kitüntető címmel ismerték el. Első alkalommal került sor Szentendrén, az MH központi kiképző bázison, a Nem Katonai Oktatási Intézményben végzett tisztek képzésére és vizsgáztatására. Riportunkból megismerhetik a részleteket. Végzettséggel nem rendelkező tiszti állomány első alkalommal tesz tanúbizonyságot. Az itt 6 hét alatt eltelt idő alatt mire voltak képesek, mit tudtak megtanulni. Több helyszínen zajlik a vizsgáztatás két vizsgabizottság elnök vezetésével. Itt tanúbizonyságot kell adniuk a harcászati ismeretekből, híradó kiképzésből, az alaki kiképzésből, lőkiképzésből, műszaki kiképzésből és tereptamból két vizsgaponton. Néhány kilométerrel távolabb a csobánkai gyakorlótéren az MH Ludovika zászlóai honvédtiszt jelöltjei robbantási foglalkozáson vettek részt. Mai napon Csobánka bázison a robbantók erben a műszaki 3-as, 4-es tárkört hajtottuk végre a honvéd tisztjelöltekkel. A mai nap egy biztonsági rendszabályok oktatással és ellenőrzéssel kezdtünk, valamint anyagismeret átismétléssel. Utána szépen nekiálltunk a gyakorlati résznek, ahol fokozatosan felépítve hajtottuk végre a foglalkozást. Elégedett vagyok, mind a három szakasz, aki eddig végrehajtott, ő a negyedik, mindegyik elég jól hajtotta végre, ügyesek voltak, akarták, odafigyeltek, és nem volt probléma senkivel szerencsére. Izbégen a Magyar Honvédség leendő altisztjei hajtottak végre kombinált lőgyakorlatot. Negyedik kiképző század, azaz a leendő tiszthelyettes, honvéd tiszthelyettes jelölteknek a 2-es és 3-as tárkő lőkiképzés foglalkozás, 1-es számú lőgyakorlatok végrehajtása a pisztolyjal, gépkarabéllyal, nappal, illetve éjszaka, valamint az 1/A éles kézigránátokó gyakorlat végrehajtása.
folyik jelenleg. Meg vagyok az állománnyal elégedve, pozitív hozzáállásuk, felkészültségük esetenként picikét hiányos, de későbbiekben az úgyis pótlásra kerül. Végezetül néhány kulturális programra hívjuk fel nézőink figyelmét. A Honvéd Banda szól a Stefánián elnevezésű családi hangversenysorozat részeként az adventi ünnepkör keretében november 20-án 11 órától a Szentendrei Helyőrségi Zenekarral találkozhatnak az érdeklődők a Honvéd Kulturális Központban. A Stefánia Jazz Club november 23-án 20 órától Csepregi Gyula és a Spring Island együttes előadására várja a műfaj kedvelőit. Erzsébet Katalin bál tartanak a Stefánia palotában november 26-án 19 órától. Ezúttal a Győri Borbál a tánccsoport és Demeter Otto énekes szórakoztatja a közönséget. További részletek a Honvéd Kulturális Központ honlapján a www.klubbudapest.hu webcímen. Megjelent a Magyar Honvéd novemberi szám. Tradíció, nagyvilág, seregszemle, haditechnika, hátország. Első kézből a haderőről. Magyar Honvéd. Következő heti magazinunk november 18-án jelentkezik. Kérdéseiket, hozzászólásaikat a képernyőn látható e-mail címünkre várjuk. Nézzenek minket a jövő héten is. Viszontlátásra!